A napokban nem túl jó hírek jelentek meg a Marvel házatájáról, ugyanis a nem titkolt tervet, miszerint a Disney keze alatt érjen össze a legtöbb Marvel szuperhős filmesítési joga, egy per most romba döntheti. Stan Lee alkotótársának, Steve Ditkónak örökösei ugyanis keresetet nyújtottak be azzal a céllal, hogy visszaszerezzék Pókember jogait. Az 1976-os szerzőjogi törvény bizonyos idő elteltével lehetőséget ad erre, és amennyiben a bíróság is helyt ad ennek, akkor 2023. júniusától a Marvel és a Sony is búcsút intett az aranytojás tojótyúknak. Ráadásul nem csak a hálószövő szuperhős kerülne így veszélybe a színfalak mögött, mivel jogaikat érvényesítenék Jean Colan örökösei is, ő egyébként Sólyom, Penge és Marvel kapitány karakterek alkotó. Volt. Így rövidesen kisebb gondja is nagyobb lesz annál a Disneynek, mint hogy kompromisszumos megegyezésre kell jutnia a Sonyval, ugyanis nem csak a filmes, hanem minden egyéb területre vonatkozó jogoknak is búcsút intett, ha a bíróságon számára kedvezőtlen ítélet születik. Természetesen a Marvel sem hagyta hozzászólás nélkül az ügyet, arra hivatkozott, hogy mindegyik szóban forgó karakter szerződés keretében született, vagyis az alkotókat nem illeti meg a szerzői jog. Bár még a precedensre épülő angol szász jogrendszerben sincs előre lefutott per, azt azért nem állt hozzátenni, hogy a DC néhány éve hasonló cipőben járt Superman jogainak birtoklásával kapcsolatban. Akkor a karakter két alkotója, Jerry Siegel és Joe Shuster maradt alul, ezzel valószínűleg okozva pár álmatlan éjszakát ügyvédjüknek Mark Toberoffnak, aki most újult erővel vághat bele egy hasonló jogi vitába, hiszen ebben az esetben is ő fogja képviselni az alkotókat. A másik oldalon pedig szintén ismerős arcként a DC képviselője Dan Petrocelli fog helyet foglalni, csupán immáron piros színben. Kíváncsian várjuk, hogyan fog lejátszódni az ügy, minden esetre, hogyha az alkotó kezébe kerülnének vissza a jogok, az nagyban befolyásolná a Marvel filmes univerzum bővítésének terveit is. Ti melyik oldallal értetek egyet? Várjuk véleményeteket a komment szekcióban. Ha pedig elnyerte a tetszéseteket ez a videó, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot, ha pedig még korábban nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornánkra. Amennyiben támogatni szeretnétek a munkánkat, a csatorna tagság funkción keresztül, vagy a szuper közönet segítségével ezt is megtehetitek, erről minden infót megtaláltok lent a videó leírásában. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!